Lovas fórum keretében érkeztek külhoni vendégek Szekszárdra. Az új Kárpát-medencei lovas program 2023-ban indult 400 millió forint támogatási összeggel. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntő beszédében elmondta, az akció célja az egészséges életmód és a rendszeres sport ösztönzése mellett a hagyományőrzés, a lovas hagyományok ápolása és a nemzeti identitástudat erősítése a Kárpát-medencében. Célunk az, hogy az aktív, egészséges életmódban minél több embert be tudjunk kapcsolni. Mi ezt a lovaglással, a lovas kultúrával tesszük meg, amihez sok esetben egyébként nem csak a lovaglás, hanem a gyaloglás is hozzátartozik, a munka is hozzátartozik, hiszen a gyerekek nem csak azzal foglalkoznak, hogy felülnek a lóra és eszetlenül, mint a felnőttek, vágtatnak ki. Ugye sokszor miközben lovagunk, meg szoktuk beszélni azt, hogyha a gyermekeink hasonló dolgot tennének, mint mi, akkor egy nagy füléssel jutalmaznánk őket, de hát ők gyerekek, és ezért pontosabbak és precízebbek. A lovas vendégek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, a Vajdaságból és a Moravidékről érkeztek. A kiírásra 119 pályázat érkezett, ezek közül 89 lett sikeres. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás mértéke 1 és 7 millió forint között mozgott. A győztesek oklevelet vettek át. Dallos Gyula a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztosa a nemzet összetartásának fontosságát emelte ki. Történelmi a pillanat, történelmi a hely. Nincs szebb dolog annál, amikor nemes értéket képviselő érzelemmel tele anyaország nem feledkezik meg a trianoni borzalom után nemzettársairól. Dallos Gyula hozzátette, a ló a lovas kultúra által a természetet igazi értékeihez vezeti vissza. Hát mi is a ló által a lovaglás? Eszköz az ember nevelésében, egy viselkedési forma, amely megérinti a testet és a lelket. Nemzetpolitikai szempontból pedig egy nemzetet összetartó, egy nemzetet felemelő és egy nemzetet egészségben tartó erő. A konferencia különböző régiók lovas tevékenységeinek bemutatásával folytatódott.